16 óra 14 perckor rajtol a következő versenyszám, a Kenu 1-es férfi ifjúsági 1000 méteres második középfutam. Amint láthatják ebben a futamban, hatos pályán Ferenc Gulcsúnak szoríthatnak. De lássuk a résztvevőket, 1-es pályán Benjamin Blank, Egyesült Államok. 2-es pályán Daniel Rafael Siders, Lettország. 3-as pályán Matthias Jimenez, Chile. 4-es pályán Martin Azevedo, Portugália. 5-ös pályán Alexander Csicsivadze, Georgia. 6-os pályán Ferenc Gulcsú, Magyarország. 7-es pályán Adam Stefanovic, Litvánia. 8-as pályán Adam Rudolf, Csehköztársaság. 9-es pályán Fukushima Yuto, Japán. This is the second semifinal for junior men in C1 1000 meters. You can see Benjamin Blank representing the USA in lane 1, Daniel Rafael Siders from Latvia in lane 2, Matthias Jimenez from Chile in lane 3, Martin Azevedo from Portugal in lane 4, Alexander Csicsivadze from Georgia in lane 5, Ferenc Gulcsú from Hungary in lane 6, Adam Stefanovic from Lithuania in lane 7, Adam Rudolf from the Czech Republic in lane 8, and Fukushima Yuto from Japan in lane 9. The first three go to final A, fourth, fifth, sixth to final B, and the rest will be out. In this moment, Adam Rudolf from the Czech Republic is in the leading position, followed by Daniel Rafael Siders from Latvia. And right now in the third position we can see Ferenc Gulcsú from Hungary. But don't forget Alexander Csicsivadze from Georgia in lane 5 and Martin Azevedo from Portugal in lane 4. Egyelőre úgy tűnik, hogy Ferenc Gulcsú a 6-os pályán a második, harmadik helyen evez. Vezet a 8-as pályán Adam Rudolf, a cseh versenyző, és fent a 2-esen Daniel Rafael Siders érkezik még, de ne felejtjük el, hogy ott van középen az 5-ös pályán a georgiai Alexander Csicsivadze, aki biztos, hogy megpróbál még feljebb jönni, illetve a 4-esen Martin Azevedo, a portugál versenyző is már most előrébb jön, és majdnem egy vonalba értek, sőt, talán Csicsivadze már meg is előzi a 2-es pályán haladó lett versenyző. Egyelőre Gulcsú tartja a második helyét továbbra is. Adam Rudolf, a cseh versenyző áll az első helyen, de már a georgiai Alexander Csicsivadze áll a harmadik helyen. És ez a három versenyző, a georgiai, a magyar és a cseh versenyző úgy tűnik, hogy talán egy hajó előnnyel most már a többiek előtt van. Nem sokára elérkeznek a 250 méteres részidőmérőponthoz. Továbbra is úgy látom, hogy georgiai, magyar és cseh versenyzők az első három part. Tehát az átöntő időhelyeken. Gulcsú átvette a vezetést, mögötte a cseh és a georgiai versenyző. 100 meters to go, Ferenc Gulcsú from Hungary, Adam Rudolf from the Czech Republic, and Alexander Csicsivadze from Georgia in the first three positions, and these three boys can be the A finalist from the second semi-final of C1 Men Junior 1000 meters. Don't forget that the first, fifth and sixth will go to final B, the seventh, eighth and ninth will be out. We can see a big finish from Matthias Jimenez from Chile in lane 3. Semmi kétség van felől, hogy Ferenc Gulcsú megnyeri ezt a középfutamot a georgiai Csicsivadze előtt, és sikerült megtartani a Adam Rudolfnak, a cseh versenyzőnek is az előnyét. Tehát magyar, georgiai és cseh versenyző az A döntőben.